Még nem ocsúttak fel pályatársai Laux József halálhíre után. A zenész tegnap hunyt el a balatonfüredi szívkórházban. Az Omega és az LGT alapító dobosa Laux József 73 éves volt. Egy egész generáció dobolta a térdén ezt a ritmust. Laux József adta meg vele az alaphangulatot az Omega Petroleum Lápa című dalához. Alapítója volt a zenekarnak. 1961-től közel egy évtizedig járult hozzá az együttes sikereihez, mint dobos és mint menedzser. Menkő László, a zenekar billentyűse úgy emlékszik vissza erre az időszakra, mint a rock hőskorára. Mi körülbelül ugyanúgy kezdtük a rock and rollt, mint annak idején, és most arra hivatkozhatom a Puskás öcsiek. Nem az számított, hogy hogy menedzseljük, mit csináljuk, hanem hogy szeretik és hogy fogadják ezt az emberek. Laux József 1943-ban született, pedagógus, jogász családba. Műegyetemi diplomáját a szüleinek adta, onnantól kezdve a zene állt a középpontban. Az Omegában egy instrumentális dal fűződik a nevéhez, a kérges kezű favágó. 1971-ben alapította meg Presser Gáborral az LGT-t, dobolt és intézett. Juszt László Magánbeszélgetések című műsorában itt az ATV-n jóval később azt mondta, akkor volt nyugodt, ha minden el rajta tartotta a szemét. Én csináltam, akkor biztos voltam benne, hogy el van intézve. És hát akkor nem voltak menedzserek még, tudod. Tehát saját magunkat kellett vinni azon az úton, hogy most legyen koncert, legyen hakni, legyen pénz, legyen felszerelés, legyen marketing. A fiatalabb dobos nemzedék számára nem csak az Omega, a Loksi is etalonnak számított. Zsoldos Gábor rajongója volt a Lokomotív GT-nek. Én elfogult vagyok, de elfogulatlan is azt mondhatom, hogy szerintem az akkori 70-es évek Magyarországának a legigényesebb zenéjét játszó zenekar volt. Ők nagyon sok külföldi zenét hallgattak, és ezeket az információkat mind bele tudták gyúrni az LGT világában. Laux József 76-ban kivált a zenekarból, és Amerikában próbált szerencsét. Majdnem 20 évig élt Los Angelesben. Zenekarokban játszott, magazint szerkesztett, stúdiót vezetett. A rendszerváltás után tért haza az LGT nyugati pályaudvari búcsú koncertjére és turnéjára. Kiadót alapított, de nem hagyta abba az elénést. Élete utolsó fél évét ebben a házban töltötte, már többször betegeskedve. Elégedett volt az életével. Ő maga mondta, semmit nem csinált volna másképp. Ez így jó volt. Minden szempontból.